Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A titkok forrása. Ez olyan, mintha egy kút lenne itt, látható a képen is. Betekintünk a mélybe, és megnézzük azt, hogy milyen titkokról van szó. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a titkok forrása, a díjam, mint mindig, minden jóslásnál 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Ebben a helyzetben vagy jelenleg. Itt a háttérben van két személy. Az lehet két férfi, lehet két nő is. Ezek pletykálkodnak, hiszen itt az előtérben ez a ravasz róka azt mutatja, hogy itt hazugságokról van szó, vagy pletykákról van szó. Sőt, valaki el akar tőled venni valamit. Jelenleg egy nehéz helyzetben vagy. Lehet, hogy észre sem vetted eddig, hogy ez van a környezetedben, de azért figyelj oda erre. Itt látható ez a nagy medve. Ez jelenti a te élet erődet, hogy meg tudod védeni magadat. Jelenti a belső erőt is. Tedd át magad ezen a kellemetlen helyzeten. Vannak olyan pillanatok, vagy olyan helyzet az életedben, amikor fogva érzed magad az arany kalitkában, mert nem érzed jól magad, vagy szűkös a helyzet, vagy hiányzik a szabadság érzete, és mit tudsz tenni? Legyen meg ez a fellépésed. Szabadulj ki ebből az arany kalitkából, vagy szabadulj ki ebből a helyzetből, ahol a hamisság látható. Legyen meg a büszke fellépésed, ez a könnyűség. Ezen a képen úgy látható, mintha ez a hölgy táncolna. Az is lehet, hogy a tánc, a zene, vagy az ünnepség jót tenne neked. Itt ez a hajó szimbolizálja a reményt. Megvan arra a remény, hogy minden jóra forduljon, hogy kilépj ebből a helyzetből. Ez a kép, ez a hajó jelenthet utazást, vagy külföldi kapcsolatokat is. Ez az út, ez az utazás lehet egy belső út is. Egy lelki kapcsolat például kettőtök között. Itt látható ez a park, és jelenti a nyilvánosságot. Te fellépsz, te megjelensz a nyilvánosságon, mások észrevesznek téged. Megvan a lelkesedés, vagy kapsz dicséretet. Itt a háttérben ez a fa jelenti a gyógyító erőt. De lehet a természet is, ami most erőt ad számodra, ahol le tudsz gyökerezni. Ezen a képen egy talizmán látható. Ez is jót tenne neked, hiszen erősít téged. Vedd a kezedbe ezt a talizmánt. Ez lehet például egy kristály, vagy egy bizonyos tárgy, ami fontos számodra, ami erőt ad számodra. Itt valaki közeledik hozzád, átnyújt neked valamit. Ez lehet egy hír, lehet egy levél, de lehet egy szerződés is, egy munkahelyi szerződés, vagy egy adásvételi szerződés. Itt a háttérben ott van
ez a térkép. És ez a térkép jelenti az egész világot. Jelenthet külföldi kapcsolatokat, vagy internet kapcsolatokat. Itt a csillagok szerencsét hoznak. A csillagok jelentik azt is, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyen fogsz lenni, mert megvan ez a forrásod, az intuíciód. Ez lehet egy spirituális terület is. Amit a csillagok még jelentenek, ez a szerencse, hogy úgyis minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben ez megvan írva. Itt lesz egy találkozás, lesz egy közeledés, ő megérint téged. Minden olyan gyönyörű, egy nagyon szép környezet. Ez is egy titok, de ez a titok hamarosan kiderül. Lehet, hogy itt ez a levél jelenti a meghívást. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderák!